Mivel meggyőződésem, hogy nem mindenkinek kell hallani azt, amit én mondhatok ezen a csatornán, ezért én mostantól ki fogom írni a címbe az, hogy durva. Hogyha olyan tartalom lesz, ahol nagyon kemény szavakat használok, ki fogom írni a címbe, hogy durva, hogy azok, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit annyira, mint én, ne kelljen hallják azokat a durva szavakat. Nekem meggyőződésem, hogy ezekre a szavakra szüksége van mindenkinek, aki belement az ocsmányságba, a paráznaságba, a bűnbe, a sátán mélységeibe, annyira, mint én, annak hallani kell ezeket a szavakat. Viszont az is meggyőződésem, hogy vannak gyermetek szívűek, akik nem mentek annyira bele a bűnbe, mint én, és őket szeretném megkímélni attól, hogy halljanak olyan szavakat, olyan történeteket, amelyeket ők nem éltek meg, vagy amelyhez ők közel sem jártak. Ezért én elnézést kérek mindazoktól, akik az én gonoszságom miatt, az én bűneim miatt kellett halljanak olyan szavakat, olyan történeteket, amelyeket egyébként nem kellett volna halljanak. Tehát megbotránkoztattam őket. Mostantól kiírom a címbe az, hogy durva, hogyha olyan tartalom lesz, amiről egyesek talán nem kell, hogy tudjanak, vagy nem kell halljanak. A tegnap is ilyen volt, a tegnap esti tartalom, amiről szintén meggyőződésem, hogy nagyon kemény, hatalmas igazság, szabadulás van azok számára, akik meg vannak kötözve a bűnnel, a mocsokkal, a hazugsággal, a képmutatással, a paráznasággal. Viszont akik nem ismerték azt meg, amiről én beszéltem, azoknak azt a tartalmat sem kéne hallani egyáltalán. Ezért abba a címbe is betettem azt, hogy durva, tehát most itt nem korhatárt szabok én evel a jelzővel, hanem egyszerűen, mert ugye ez nem korhatáros. Tehát hiába mondom azt, hogy 18 éven aluliaknak nem ajánlott. Mert sok 18 éven aluli olyan mélységesen megtapasztalta az ördögöt, úgymond a gonoszságot, hogy sok 80 éves embernek fogalma sincs arról. Tehát akkor most mondjam azt, hogy 18 éven aluliaknak és 80 év fölöttieknek nem ajánlott. Ezt nem mondhatom, hanem egyszerűen figyelmeztetek mindenkit, hogy kemény, durva szavak lesznek ebben a felvételben, kemény történetek, amelyeket önemberek tapasztaltak meg, mint én, akik megismerték a bűn és a sátán mélységeit. Ez is ilyen felvétel lesz. Mindazonáltal azok számára, akik belementek és megtapasztalták azt, és nem akarnak képmutatásban élni, mindenképp ajánlott, tehát mindenképp terjesszétek, töltsétek le, küldjétek el embertársaitoknak. Tehát mindenképp ajánlott a mai modern férfiaknak és nőknek, akik megtapasztalták a bűn, a paráznaság mélységeit, úgy lélekben, mint testben. Hát aki hallani fogja ezeket a szavakat, esélyt kap arra, hogy megszabaduljon. Továbbá azt is előre bocsájtom, hogy egyetlen porcikám sem kívánja, hogy erről beszéljek. A testem nem kívánja, mert hisz azt leplezem le a bűn testének a tévegéseit, a bűneit, amivel megkötözi a lelket, a kárhozatra ítéli a lelket. Tehát egyetlen porcikám sem kívánja, hogy erről beszéljek, erről a témáról beszéljek, főképp nem úgy, hogy elmondjam nyilvánosan, hogy én mit tettem, én miket cselekedtem, mert úgy tisztességes, hogyha elmondom azt, hogy én mit tettem, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én egy földre szállt angyal vagyok. Nagy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Ezért mondom el a bűneimet is, a múltban elkövetett bűnöket, hogy azokban, aki azt hallja, magára ismerhessen, és megértse, hogy hogyan van megkötözve, mi okozza a betegséget, a fájdalmat, a testi és a lelki szenvedést. Térjünk át a kérdésre. Miért van ennyi válás mostanában? Nagyon röviden Jézusnak avval a kijelentésevel válaszolná meg ezt a kérdést, hogy mert nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék, nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne. Ezért van ennyi válás mostanában. Jelenések könyvében vagyunk. Apokalipszis, angolul Revelations. Reveal azt jelenti, hogy feltárni, valamit leleplezni. Sok minden lelepleződik. Az igazság ereje által, a kétélű éles kard, a Krisztus beszéde által, Istennek a lelke által, az ő angyalai által. Sok minden le fog lepleződni, hogy semmi ne maradjon rejtve. Mert hogyha rejtve marad a bűn,
A lélek kárba vész, eltorzul teljesen. A pokol angyalává fog válni, ami nem egy kellemes dolog Jézus szerint. A gyehenna tüze az nem olyan kellemes, mint ahogy beszélünk arról, hogy hát jó van, pokolba jutok és kész, nincsen semmi gond. Nem éppen úgy van. Az ember nagyon kicsi fizikai fájdalmat, testi fájdalmat alig bír elviselni. Egy kis szenvedést. Hogy viselje el a pokol kínjait? Ami nem vicc, emberek, ez nem vallás. Ez nem csak Biblia. Ez a valóság. Isten megmutatta nekem, hogy van pokol. Nem csak nekem. Sokaknak. És van mennyi is. Csak a jólétben, a kényelemben, az európai modern életben, okosságban az emberek röhögnek rajta. De akik röhögnek most, sokan sírni és jajgatni fognak. Amiatt, mert röhögtek Istennek a figyelmeztetésén. Kigonyolták azt. Tehát az, hogy minden lelepleződik, nem csak a bankrendszer, nem csak az Illuminati, nem csak a szabad kőművesek, nem csak Orbán Viktor, nem csak a Fidesz, hanem te is, aki ezt hallod, a te szívedben minden le kell lepleződjön, mert másképp a lelked teljesen el fog torzulni, és el fog kárhozni, kárba fog veszni a lelket. Elég keményen hangzik, ugye, apokalipszis, lelepleződés, az apokalipszisnak a lovai, ugye, a szenvedés, az éhínség, a fájdalom, a betegség, meg a halál, keményen hangzik, de ez még mind a javunkra van, ha hisztek, hanem az apokalipszis lovasai, kivéve az utolsót, a sárgát, minden a javunkat szolgálja. A betegség, a testi kín, a nélkülözés, szegénység, fájdalom, harc, verekedés, háború, lelki harcok, depresszió, ez mind a javunkat szolgálja, ami által a mindenható Isten próbál felébreszteni bennünket, hogy a lelked felé lesz-e, hogy ne kelljen eltorzuljon, mert nincs halál. Vagy torzulás van, vagy pedig tisztulás, angyalivá válás. Erről beszél Jézus. A lelked nem fog meghalni, nincs ahogy. A létezés tudatod nem fog elveszni, amikor a tested meghal. Vagy ördögivé válik, eltorzult teljesen a lelked mostantól, vagy teljesen el fogsz torzulni, vagy pedig meg fogsz tisztulni, gyermekivé fogsz válni, angyalivá fogsz válni, mennyeivé fogsz válni. Ez a két lehetőség van, ez nem vicc, emberek. Féltőn mondom, ez nem vallás, nekem nincsen semmilyen vallásom, semmilyen szektám. Aki agatja kiáltozót, az tudja, nekem nincsen semmilyen hivatalos vallásom, és nem tartom a kapcsolatot rendszeresen senkivel, még a hozzám legközelebb álló személyekkel sem tartom rendszeresen a kapcsolatot. Úgyhogy engemet senki nem vádolhat azzal, hogy nekem vallásom van, szektám van. Tehát a lélek nem hal meg, a létezés tudat nem szűnik meg. Vagy pokolivá válik a lélek, vagy mennyeivé, vagy ördögivé torzul, vagy pedig angyalivá tisztul és gyermekivé válik. Ez a két lehetőség van. És most a Jelenések könyvében a külső nyomás hatására, az apokalipszis lovainak hatására, hatalmasságainak hatására a nyomás megnő, és minden a felszínre jön, a szívedből, a szívünkből, minden mocsok. Ez mind a javunkat szolgálja, hogy megszabadulhassunk, ne vesszünk kárba, ne vesszen el a lelkünk. Ez a lényege az egésznek. A testnek nagyon kellemetlen, a lélek számára pedig üdvös. És azért volt ilyen sok válás mostanában, az elmúlt években, 2019-től, egészen pontosan 2020-tól errefelé, mert a nyomás elkezdett növekedni a Covid hatására. És a Covid is Istentől volt. Nem úgy, hogy Isten ezt akarta, hanem úgy, hogy Isten megengedte, szükséges volt, hogy megengedje. Mert mindenki királlyá tette magát, mindenki megkoronázta magát. Koronavírus. Ezért volt koronavírus, mert mindenki felemelte saját magát, mindenki magát megkoronázta, királlyá tette magát, és aki magát felemeli, az a pokolig aláztatik, a pokolig vettetik, mint Tírus királya, aki magát megalázza, mint ez a kisgyermek. Isten azt felemeli a mennyek országába, ad neki örök életet, bekerül az ő örömébe. És Isten megengedte a pusztítás angyalát, eloldozta, ő parancsolta, a Krisztus maga parancsolta, hogy oldozd el az Eufrátesznél megkövezett angyalokat, akik gondoskodtak arról, ami a világban történt, a Covidról, a maszkról, a vakcinázástól, de ugyanakkor Isten figyelmezte az övéit, hogy az övéi meneküljenek meg, de akik ellenségei neki, akiknek nem kell az igazság, azok vesszenek el. Ítélet volt, emberek, ez, és most is ítélet alatt van a Föld. Emberek, ez nem vicc. Ez a Jelenések könyve, apokalipszis,
Tömegesen pusztultak el az emberek, ítélet alatt, mert hallották Istennek a figyelmeztetését, életre hívó szavát, de megkeményítették a szívüket. Tehát ilyen értelemben a Covid is Istentől volt. Nem ő akarta, nem ő akarta, megengedte. Ő adta a parancsot, hogy oldozd el az angyalokat az Eufrátesznél. Abbadont, Apoliont, menj, menjenek és végezzék a dolgukat. Mert az emberek egymásban hisznek. Az emberek emberekben hisznek. Az emberek tudósban hisznek Isten szava helyett. Tudósokban, énekesekben, celebekben, egymásban, a férfi a nőben, a nő a férfiban. Összeesküvés történik, és ezt az összeesküvést szétpalta mindenható Isten. És mostantól ez még brutálisabb lesz ez a folyamat. Rengetegen fognak elveszni, főképp akik hallják ezeket a figyelmeztető szavakat, és megkeményítik a szívüket, a kárhozat útját választják, a széles utat, ahogy mondja Jézus. Tehát mivel 2019 után történt a sok lelepleződés, apokalipszis, titkok a felszínre jöttek, rejtett dolgok, rejtett vágyak, bűnök a felszínre jöttek, sok válás történt, megszakadtak szép, gyönyörűséges, idilli házasságok, egyek a Facebookon olyan szépek voltak, apuka, anyuka, gyermekek és karácsonyfa, szétrobbantak, emberek felakasztották magukat, öngyilkosok lettek. Ez a jelenések könyve, ami történik most, a világban, Magyarországon, Gyergyószent Miklóson, az egész világban. Mert nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne. Ezt mondja Jézus, ez a törvény, Isten törvénye. Ez történik, ha hiszünk Istenben, ha nem hiszünk Istenben. És ha kísértjük Istent, a sorsot, akkor a törvény elpusztít bennünket is, téged is, engem is, és mindannyiunkat. Ha megragaszkodunk az élő Isten szavához, a kegyelem megtart és felemel a mennyek országába. A másik válasz a kérdése szintén Jézustól, hogy miért van ennyi válás mostanában. Nem kell én semmit sem kitaláljak. Ne, hogy valaki azt higgye, hogy én ezt most költöm, ne. El van, én semmi újat nem tudok mondani, amit a proféták nem mondtak el, amit Jézus már nem mondott el előttem. Én semmi újat nem tudok, nincs új a nap alatt. Maximum másképp fogalmazom. Új nyelven szólok, mai, modern nyelven szólok, hogy valaki megérthesse azt. Beteszem a képernyőre, hogy miért van ennyi válás mostanában. Tessék, én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává, szajhává teszi azt, és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik, paráznává válik. Elmondta a választ a kérdésre. Paráznaság okán belül történik a válás a világban. Isten azt mondja, hogy ha a férfi téved, a nő téved, bármilyen hibát követ el, csak azért ne válj el tőle, mert büdös a lába, inkább mosd meg a lábát, szeresd őt, vagy azért, mert nem főz finomat, annyi baj legyen, Isten majd főz sokkal finomabbat, menjek országában, ezért ne válj el, de paráznaság okán belül a válás engedélyezett, mert különben mind a kettő el fog kárhozni. Valaki felfogja azt, amit mondok. Különben mindkettő el fog kárhozni. Ha a paráznaságot megbeszéljük anyukával, ó, hát én is megengedtem neked, te is engedd meg nekem. Feltétel nélkül is szeretet, szeretjük egymást, elfogadás meg minden. Ezotéria, New Age, Lucifer, Sátán, Antikrisztus emberek ugyanaz. És miért mondom ezt? Sajnos tapasztalatból megtapasztaltam, amiről beszélek. Sajnos ezt én megéltem, emberek. Sajnos megéltem. Annak a következményét is megéltem. Egészen pontosan Isten nem engedte meg, mert a következménye az volna, hogy én már rég el vagyok temetve, és a lelkem a pokolban van. És az a szerencsétlen nő is el van temetve, és a lelke a pokolban van. De Isten nem engedte meg. Adott egy újabb esélyt, neki is, nekem is. Őt törvény alá helyezte, engemet pedig megtanított. Megmutatta az igazságot, megvert, testemet megverte. Összetört a testemet, az egómat. És megmutatta az igazságot, erről beszéltem tegnap este. Ezt tette a mindenható Isten. Őt törvény alá helyezte, elvette őt valaki feleségül, van három gyermeke, ha Isten kegyelmes hozzá és ragaszkodik Istenhez, a lelke meg fog menekülni. Engemet pedig az igazság útjára helyezett, ami szintén elég kemény volt, mert széttört az ő törvény engemet is, az egómat is. De még élek, emberek, bármi is volt az ő életében, az én életemben, még élünk. Nem az én, mert megérdemeltem. Azt érdemeltem volna meg, amit sokan meg is kaptak, hogy felakasszam magamat a bűn miatt, amit elkövettem. Ezt érdemeltem volna, de nem ezt adta Isten.
Csak sajnos ez is megtörténhet, meg is szokott történni. Ha valaki visszaél Isten kegyelmével, előbb-utóbb ott fog kikötni a Júdás, szó szerint. Kikötni. Én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja a feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává, szajhává, kurvává teszi a feleségét. És ha valaki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik, visszazuhan a paráznaságba, visszazuhan a testbe, a testi vágyakba, a testi mennyországba, a sátán mennyországába. Ez az oka, hogy sokan elváltak, a paráznaság emberek. Elsősorban az élő Istennel szembeni paráznaság, hogy a magunk módján éljük az életünket. Magunk módján csináljuk a földi mennyországot pénzzel, jóléttel, élvezkedéssel, alkohollal, szexel, perverzióval, finom kajákkal, testi élményekkel, gyűjtéssel, harácsolással, építéssel. Ez a paráználkodás Istennel szemben, aminek a következménye az, hogy megtörténik fizikailag is a paráznaság. Váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy mi van az embernek a szívében, a lelkében. Ezért nyomást helyez a mindenható Isten mindenkire, rám, rád, a férfire, az asszonyra, mindenkire, hogy minden jöjjön ki a szívből, jöjjön a felszínre, hát ha szembesülne, hát ha vállalná a szembesülést, és a lelke megmenekülne, újjászületne, Isten gyermekévé válna. Ezért hullott szét sok házasság, sok összeesküvés, mert mi történt a férfi és a nő között? Összeesküvés, nem? Összeesküdtek egymással. Durva volt tapasztalni, amit mondok egyébként, az mind rólam szól, csak annyira gyarló vagyok, hogy én is magamon kívül jobban látom, mint magamon belül. Volt egy alkalommal, hogy figyelmeztettem, lélek adta, hogy szóljak egy barátomnak arról, hogy amin ő most nevet, az nem nevetséges egyáltalán. Az nagyon komoly dolog. Ráadásul ugye hát az ő kedvese ellen irányult az a nevetés valamilyen szinten. És figyelmeztettem, hogy ne tedd ezt, mert ez nem nevetséges, ez nagyon komoly dolog, ami fájdalmat és szenvedést tud szülni számotokra. És az asszony gyorsan megvédte őt. Gyorsan a pártjára állt és megvédte őt. Na így szóljon a mindenható Isten, bármilyen módon, akár ki által, akár a Biblia által, így szóljon a férfihez vagy a nőhöz. Egymást megvédik, egymást öldöklik, Isten meg akarja akadályozni az öldöklést, hogy ne kelljen elvesztenek, és amikor közbe akarna lépni Isten, akkor megvádolják Istent. Mert hogyha általam Isten szólt, akkor nem engemet vádoltak meg. Nem nekem magyarázták meg, hogy hát ő ezt nem is így gondolta, hanem úgy gondolta. Hát akkor az asszony megérje, megérdemlie, hogy a férfi bántalmazza, öldökölje őt. Persze, hogy megérdemli. Magának keresi a bajt. Mert ha szólna a lélek valamiképp, hogy ez nem jó, amit csináltok, akkor gyorsan megvédi a férjét, aki korábban pofozta őt, ha nem fizikailag, akkor szavakkal, hazugsággal, vagy bármilyen módon. Mi ez, hogyha nem paráznaság lelki értelemben? Mert hogyha ilyenkor az ember lehajtja a fejét, azt mondja, hogy te, ez sajnos így van, igaz. Ez nem vicces egyáltalán, nem emiatt a lelkek vesztek el eddig is, és ezután is lelkek fognak elveszni. De hogyha viccet csinálunk az élőisten szavából, az ő figyelmeztetéséből, hogyan meneküljünk meg? Hogyan? Az elmúlt években sok ilyennel találkoztam, ilyen válással, meg hirtelen ilyen ideálisnak tűnt kapcsolatok, ilyen mennyeinek tűnt kapcsolatok, ilyen kifelé nagyon szépen mosolyogtak, puszi-puszi, és a Facebookon ölelték, puszilták, nyalták, falták egymást. És kiderült, hogy súlyos problémák vannak otton, elásva a szívben, paráznaság, meg minden. Sok ilyennel találkoztam a közelemben is. Tudom, hogy a világban mindenhol történt, velem is történt, de a közelemben is találkoztam, hogy lássam, szembesüljek én is azzal, hogy mit tettem. Mert azáltal, hogy azt láthattam, én szembesültem azzal, hogy én is mit tettem, hogy Isten engemet miből kellett megmentsen, nagy nehezen, miből tudott megmenteni. Így hultak szét a házasságok, ugye? Az Ádám és Éva összeesküvése. És többször beszéltem arról, hogy maga a házasság, Isten megengedte ezt a földi házasságot. Törvény alá helyezte, mert az is paráznaság. Ahogy Ádám hozzámadatott Évához és Éva Ádámhoz, a paráznaság elkezdődött. Megsokasítom viselőséget, fájdalmait, ezt mondta az asszonynak. Fájdalommal fogsz szülni, és epekedni fogsz azután is, a féred után, mivel ezt tetted, mondta az asszonynak. És te, mivel ezt tetted, keményen fogsz dolgozni, derekad fájni fog, gyógyszerfüggő leszel, meg minden. És uralkodni fog fölötted a férfi. Ez a házasság, a tisztességes, törvényes házasság, amiből még van szabadulás. Hangsúlyozom, amiből van szabadulás.
az emancipációs házasságból a nő azt gondolja, hogy ő a huszárkapitány, ott nincsen szabadulás, mert az igazságot nem ismerik, és a törvényt megtaposták. Ezért mondom, hogy a mai világban, mai házasságokban egyszerűen alig van esély arra, hogy megmeneküljenek. Mert a nő egyenjogú. Nem, Isten nem azt mondta, hogy ha összefeküztek, akkor a nő egyenjogú lesz a férfival, nem ezt mondta, hanem a házasság uralomról szól. Ezért mondták régebben a nők, hogy az uram, nem a férjem, párom, kedvesem, meg ilyenek. Ilyen nem volt emberek. Ki kellett mondani, hogy uram, mert az ő férje az ura volt Isten helyett, mert ő a férjét választotta, a férfit, Isten helyett. Tehát uram, és bár kellemetlen volt, ezek a nők megérték a 90 évet, 95-öt, és békében elhunytak, elaludtak, megboldogultak, de a mai emancipált fehér népek szét vannak darabolva, le van vágva mellük, ki van véve a petefészek, meg minden. A férfiak meg le van vágva, ugye a herezacskó, prostata daganat, rák. Miért? Azért, mert a törvényt megtapostuk, az igazság nem érdekelt, a törvényt megtapostuk, ezért. Ez az oka. A házasság az nem földi mennyország, emberek. Isten nem azt mondta, hogy jaj, Ádám és Éva, most, hogy összefeküdtetek egymással, és összeesküdtetek ellenem, hogy ti majd megoldjátok, mostantól olyan boldogok lesztek, nem ezt mondta Isten, hanem azt mondta, hogy nehéz lesz, kemény lesz, emiatt, a paráznaság miatt, hogy egymás testét megszeplőstettétek, de megkegyelmezek nektek, a tisztességesen, törvényesen csináljátok, jaj, nem kell nekünk tőle, mi szabadok vagyunk, hát jártunk ilyen tanfolyamokra, meg vagyunk világosodva, pozitívan gondolkodunk, feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli perverzió, paráznaság. Minek nekünk házasság, meg nekünk törvény? Törvény az nem kell, azt megtapostuk, az igazság meg nem érdekel. Csak akkor, hogyha éppen ráérünk az igazságra. Ügyeljetek, a pokol felé mentek. Kedves férfiak, kedves nők, és ezt mondom a barátaimnak, közeli ismerőseimnek, magamnak, mindenkinek. Itt nincsenek, nekem nincsen barátom. Az igazságról van szó, nekem nincsen barátom, emberek. Érthető? Az élő Isten, a Krisztus, ha nekem nem barátom, nekem nem kell más barát. Hogy megegyezzünk, hogy hát szerintünk ez igaz, hát ezt csináltam egész életemben. Ezzel okoztam rengeteg fájdalmat másoknak is, magamnak. Hogy baráti módon megbeszél, ó, ez még belefér, hát feltétel nélküli szeretet. Nyugodtan csinálj azt, amit akarsz. Aztán majd találkozunk a pokolban. Ügyeljetek, emberek. Ügyeljetek. Tehát azt mondta, és nem, hogy ezt mondta, hanem ez be is van bizonyosodva. A nagyszüleink, egyesek, nem mindenki, akik ezt végigcsinálták törvényesen, az igazságot ők sem ismerték, de a törvényt megtartották, törvényesen végigcsinálták, és a végén nem meghaltak, hatalmas félelemben, rettegésben, telezabálták az agyukat vitaminokkal, meg ezével, különböző gyógyszerekkel, hanem megboldogultak békességgel. Mert Isten még azt is megáldotta, hogy oké, Ádám, Éva, csináljátok. Meg fogjátok unni a szexet. Rá fogtok jönni arra, hogy nincs erre szükség. Fogtok vágyni arra, hogy gyermeki legyetek, és megbocsájtok nektek, tékozló fiúknak. Gyertek vissza, visszafogadlak. És végén békességgel távoztok, megboldogultok. Ezt mondja az Úristen, az élő Isten. De törvény nincs, azt teljesen megtapostuk, mert azt hittük, hogy már mi is király vagyunk, nekünk nem kell. Én is ezt csináltam. Nekem sem kell törvény, sem házasság törvénye. Csak a perverzió kellett, a szabados szexualitás, meg minden, ez kellett nekem is. Tehát a pokolba lenne helye, de Isten megmentett. Ezért kívánom, hogy éljek többé ne én, hanem éljen bennem a Krisztus, az igazság. Hogy azáltal még néhány ember megmenekül, hogyha Isten nekem megadta ezt a lehetőséget, akkor adja meg másnak is, általam. És persze az ő szava által, mert én csak a hírmondó vagyok, ugye? A figyelmeztető, a kiáltószó, bizonságtevő vagyok. Ha te nem ismered meg személyesen az igazságot, nem születsz újjá, el fogsz veszni, el fogsz kározni, vigyorogva, mosolyogva, részegen, paráznaságban el fogsz kározni. Tudjál róla, a bizonságot teszek az ég és a föld teremtője jelenlétében. Ez fog történni mindenkivel, aki játszmázik még most is, ezekben az időkben, azok után, ami történt az elmúlt években, minden el van felejtve. Hogy a nyomás alatt mik történtek, hogy lettek az emberek öngyilkosok, híres és neves emberek, sikeres vállalkozók, sikeres anyukák meg apukák. Egyik öngyilkos, másiken elváltak, válás történt. Harmadik helyen a vakcina vitte el, és ez most megy tovább. Mi meg? Nincsen semmi gond. Hát mi jól vagyunk, köszönjük szépen. Minket nem ért. Nem érintett. Nem? Te következel, tudjál róla. Te következel. Elmondom a példát, elmondom, hogy én mit tettem. És itt kezdődik a durva része, aki idáig hallgatta, az kapcsolja ki. Tehát én is, főképp még mielőtt Istent megismertem volna, vagyis túlzás, hogy megismertem.
Az ő kegyelmét megismerte. Őt nem ismere. Ő engemet ismer. Megmentett. Lenyúlt értem is, megmentett. De azelőtt, mivel nagyon sok kijelentést kaptam, főképp az rándulat alatt, tehát értelemben, szellemben, nem lélekben, hangsúlyozom, agyban, szellemben, nem a lelkem, hanem a szellemem, az agyam, sok mindent megértette, felfúvalkodottá válta, mint akármelyik guru, ilyen megmondó ember, spiri ember, new age-es ember, teozófus, filozófus, ugyanaz voltam én is. Felfúvalkodtam, hatalmas szabadságom volt nekem, nekem minden szabad volt, parázna kapcsolatban voltam, de viszonylag hűségesen éltünk, tehát nem paráználkodtunk. Isten még azt is próbálta valahogy megáldani, hogy ne vesszünk el. Csak a nagy szabadságban ugye látta a hölgy, hogy azért elég sokan figyelnek rám, szabad gondolatos időben is. Voltak rajongók, ugye, női személyek, meg minden. Ott a féltékenység, meg minden. Persze én úgymond fizikailag hű voltam, tehát nem csináltam semmit. De lélekben én már paráználkodtam. Lélekben én már rég paráználkodtam Istennel szembe. Mert az igazságot, amit kaptam, én azt magamnak tulajdonítottam. Ebben különbözik az ezotéria, New Age, többek között. A Krisztustól, a Krisztus útjától. Az igazságot én azt, én a megmondó ember, milyen szép előadásokat tartok meg, különböző ilyen gondolkodó esteket, beszélgető esteket, más bűnös és parázna emberekkel, olyanokkal, mint amilyen én is voltam. Jött a féltékenység, és egy idő után azt mondtam, hogy hogyha már amúgy is féltékeny, akkor adjunk okot a féltékenységre. Tehát én jó voltam, én hűséges voltam, de emberi erőből, emberi agyból, tehát hogy én hűséges vagyok, ugye? Tehát nem, az én hűségem az nem volt valóságos, mert lelkileg én már rég paráználkodtam Istennel szemben. Ha valaki ezt megérti, annak jó. Aki nem érti meg, ezt nem tudom egyszerűbben elmondani. Tehát az igazságot én azt nem Isten kezébe helyeztem, nem Istent dicsőítettem vele, hanem saját magamat, és élveztem, hogy vannak rajongóim. Szóval féltékenység, és akkor azt mondtam, hogy hogyha már amúgy is féltékeny, akkor adjak rá okot. Nekem mindent szabad. És jött a paráznaság, ugye? Úgymond a házasságtörés. Noha nem voltam vele házas, de Isten szemében csak az voltam. Egy testé lettem vele. Isten azt várta, akkor kész, halálunkig csináljuk ezt. Tehát házasságtörést követtem el, paráznaságot. És teljesen büszkén, annyi volt, jó volt az egészben, annyi jó, nem lehet ezt jónak nevezni, hanem azt mondhatom, hogy tisztességes az ott benne, hogy elmondtam egyből, te figyelj meg, ezt tettem. Tudjál róla, nem kell mástól megtud, ez van. Úgyis ki fog derülni, kiderülne, ezt tettem, nem is bánom, sőt, jól esett, meg minden. Tehát ilyen hitvány, lélektelen, szívtelen ember voltam. Ha valaki többet gondolna róla, mint ami vagyok, hát akkor tessék, gondolkozz el most azon, hogy ki az, akit hallgattál mostanik. Úgy igazából nem ez vagyok, mert Isten engemet megváltott. Csak hogy lássátok, hogy milyen az ember. Ez az ember, a hitvány gazember, lélektelen, szívtelen gazember. És megmagyaráztam mindent. Olyan intelligens voltam emberek, én olyan intelligens ember, mint én, amilyen voltam, nem láttam az egész világon. Mert én magamnak mindent megmagyaráztam. Megmagyaráztam a paráznaságot. Sőt, kétségbe volt esve, a nőt össze volt törve teljesen, hogy ezt tettem. De még neki is megmagyaráztam. Őt is meghűítettem, úgymond. Elmondtam, hogy nekem ez miért járt. Hogy ezt én miért kellett megtegyem, vagy hogy, és hogy ez neked is milyen jó, mert megtanít téged a feltétel nélküli szeretetre, ez számodra milyen jó próbatétel, meg minden, feltétel nélküli elfogadás, meg megbocsájtás, meg minden. Amikor a sátán tanít az elfogadástól és a megbocsájtásról, ez az, amikor a sátán maga tanít az elfogadástól és a megbocsájtásról. Tanuld meg elfogadni, és akkor szabad leszel, és feltétel nélküli szeretet. Pontosan, amit az ezotéria, New Age, sámánizmus, táltosok, guruk, ezó, hindu, buddhista, amit tanítanak. Ugyanaz. És olyan szépen megmagyaráztam neki, hogy szinte elolvadt tőle, hogy ez mekkora lehetőség számára. És azok után, hogy a másik hölgyel paráználkodtam, vele is összefeküdte. Teljesen rendben volt minden. Igazi király voltam, kis király voltam. Egy ilyen miniatűr bölcs Salamon. Hatalmas bölcsesség, rengeteg paráznaság. Ezt tettem emberek. Igen ám, csak a törvény az, hogy a bűn következménye, a bűn zsoldja, a halál. A paráznaságnak a következménye a halál. Az én kedvemét, az én okosságom miatt, az én filozófiám miatt a törvény nem szűnt meglétezni. Továbbra is létezett. Tehát én elmentem, megszereztem a paráznaságot lelki értelemben és fizikai testi értelemben. Összefeküdtem egy másik nővel, ugye, egy parázna nővel,
És akkor szépen hazamentem, bevittem a házba, a saját házamba a paráznaságot, és megmagyaráztam, okosan és értelmesen, igazzá tettem, igazoltam a paráznaságot. Őt is kurvává, szajhává tette. És miután ez megtörtént, ugye itt már, én már annyira lent voltam, hogy ennél lejjebb már csak a pokolnak a beárata lett volna. És itt megmentett Isten, itt jött Krisztus, hatalmas erővel, hatalommal, hogy valamiképp megszabadítson, ne kelljen elvesszek, és ő se kelljen elvesszen. És persze, ugye szerelmes lettem az evangéliumba, de a bűn az ott volt a szívemben, minden bűn. Nem szabadultam meg én mindentől egyből. És vágytam az igazságra, hogy megismerjem. Csak az igazság az fel is szabadított, de vádolt is. Ami bennem volt, mocsok, azt vádolta. És az igazság felkeverte a szívünkben lévő bűnt, mocskot. És szinte törnyítottan öngyilkosság is. Meg ilyen balhé is, hogy olyan dolgok, amiket korábban csak horrorfilmeken láttam. Teljesen megzavarodott az illető személy. Provokált, hogy verjen meg. Persze én jó ember, hogy ha én asszonyhoz nem ütök, én nőhöz nem ütök. Ugye? Még továbbra is a képmutatásban voltam. A Káin képmutatásában. Én nem bántom őt fizikailag. Majd lelkileg szépen. Na, a testre nem fogom megölni, hogy lássák azt, hogy milyen ügyes ember vagyok. Inkább megölöm a lelkét, és hogyha a lelke már meghalt, eltorzult teljesen, akkor a teste is meghal. Milyen egyszerű. Senki nem fog elítélni, törvényszék nem fog elítélni, sőt, továbbra is én leszek a szabad gondolkodó, a guru. Eddig már vagy ellennék temetve, s a pokolban lennék, vagy pedig egy ilyen szabad kömüves páholyban azon tanakodnánk, hogy hogyan tudnánk szerezni friss vért. Ezek borzalmas dolgok, emberek. Ezek borzalmas dolgok. Isten könyörüljön rajtam, tudjam úgy elmondani, ahogy ő szeretné, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt a szabadulásra, szembesüljön a bűnnel, az ő bűnével, és a bűn súlyával, a következménye. Tehát ugye a Krisztus azért a szívünk tartalmát felkavarta, az állóvizet. Voltak balhék meg minden. Persze nem ütöttem hozzá. Egyszer megfogtam a kezét, amikor ő akart engemet potyolni. Én csak röhögtem rajta. Hát mit csináljon más az ördög? Hát én voltam maga az ördög, én csak röhögtem az ő szenvedésén. Szét volt szakadva a szíve, én meg röhögtem rajta. Én továbbra is meg voltam világosodva, nagyon intelligens és okos voltam. Nagyon szabad voltam. Csak ugye maga az igazság ereje, azt továbbra is kavarta a szívünkben azt, ami ott volt. Nem az igazság volt a hibás, hogy az én szívemben szar volt, és bűn, és az ő zövében úgy szintén. Nem az igazság csak felkavarta, hogy tudjunk attól megszabadulni, szembesülni és megszabadulni. Csak az egész szint az öngyilkosságig felüldött. És egy alkalommal ez a, persze, ugye a paráznaság, amit a régi múltban elkövettünk, és amit nem oldottunk meg, tehát amit nem tettünk Isten kezébe, az benne maradt, és az ugye bent, belülről öldökölt. Öldökölte őt is, és engemet is. És hiába próbáltuk ezt mi megoldani, mert mi ezt próbáltuk megoldani, mint Ádám és Éva, még több szex, még jobb szex, minőségibb szex. Például megfűszerezve borocskával, virág, vagy akármi, nem tudom, nem voltam túl romantikus ilyen értelemben, de azért úgy megtettem ezt azt, na, a magam módján. Tehát ehhez egy ilyen simítást csináltunk. Fedületi kezelést csináltunk, ami történik az orvostudományban. Csak a bűn, az benne volt a szívben. És tovább felült. És hiába esküdtünk egymást, csak oké, akkor mostantól együtt maradunk, és örökre, meg minden. Ne. Mivel bűn volt bent, és arra épült az egész kapcsolat, ezért nem volt, hogy működjön. És szinte tragédiába, szinte öngyilkosságba torkollott. Az emberi megoldás. Ádám megoldása, Attila megoldása, és Éva megoldása. Többi nem volt igazi bizalom, többi nem volt igazi hűség. Hiába jött be az igazság is. A Krisztus hiába jött be, mert legalul nem a Krisztus volt a kőszikla, hanem a bűn, a múltbeli bűnök, a meg nem valott bűnök, amitől nem tisztultunk meg. Volt egy nagyon kemény történet, ezt is muszáj elmondja. Ha ő hallja, hát kívánom, ő is hallja és lássa meg, hogy akkor az egész miről szólt, értse meg, és te szívemből kívánom, neki is, a kedves férjének is, családjának, hogy mentse meg a mindenható Isten az ő lelküket is, mert megmentette fizikailag, ne kelljen meghaljon. Leszaladt az állomásra, hogy öngyilkos lesz. És az első reakcióm az volt, testi reakció, hogy akkor meg is megmentem. Csak a lélek jelzett, hogy ha te most megmented őt, akkor megint a kezedbe veszed az irányítást. Nem csupán, hogy elrontottad, mindent elrontottál, nem még meg is oldott. Tudjuk jó, hogy nem a bűn öli meg az embert, hanem az emberi megoldás. Nem a vírus meg az emberek által kitalált méreg ölte meg az embert, nem az emberi megoldás, a vakcina. A vakcina az lett volna, hogy én megoldom, megmentem őt az öngyilkosságtól. És hogyha megmentette volna az öngyilkosságtól őt, akkor az történt volna, hogy ugye én belemegyek az ő játszmájába, és mostantól ő lesz az én férjem, én leszek az anyuka. Ez történik a legtöbb helyen, a legtöbb családban.
Úgyhogy őt én megmentem, belemegyek az ördög játszmájába, úgymond, hogy nem csak elrontottam, és ide jutottunk, hanem még meg is oldom. Tehát én megmentem. Viszlek ki virágot, újabb minőségi szex, meg minden. Ha megunjuk, akkor majd inspirálunk az internetről, hogy hogyan kell szexelni. Tovább szépen fokozzuk, ugye? Mert van sok lehetőség erre is. És a lélek jelzett, hogyha én megmentem őt, most, hogyha elmeg is megmentem, akkor én örökre rabszolga maradok. És nem tudtam más tenni, mint imádkozni. Bevallottam a mindenható Istennek, hogy ezt én okozta. Ezt én tette. Én csak elrontani tudtam, én ezt nem tudom megoldani. Atyám, hogyha őt most nem mented meg, ő el fog veszni. Ő meg fog mostan halni. Az én bűnöm miatt. Ezt mondtam a mindenható Istennek. És Isten megmentette, nem engedte, hogy kárt legyen az ő életében. Hazahozta. De utána viszont szétszedett minket valósággal, mert nem volt, amire építeni. Az összeesküvésben, a mi szeretetünkben nem volt esély arra, hogy a lelkünk megtisztuljon. Szétszedett minket. Meg kellett Isten engedje, hogy szétváljunk a paráznaság miatt. Őt elvitte, törvény alá helyezte. Van férje, 3 gyermeke van, teljes szívemből kívánom a kedves férjének, neki is. Az Úristen áldja meg őket, és adja nekik lelki békét, szabadítsa meg a múltban elkövetett bűnöktől és mindentől. Legyenek gyermekek, ő is, a férje is. De a gyermekáldás erre van. Teljes békességgel tudom mondani, hogy ezt kívánom nekik. Nincs semmi neheztelés benne. Na de a történetnek a része az is, hogy amikor ez megtörtént, ugye a törés, a szakadás, a paráznaság miatt, a mi okosságunk miatt, akkor én olyan indulatokkal szembesültem, hogy én féltem, hogy ha Isten engemet nem óv meg, én meg fogom ölni ezt az embert. Tehát egy szeges léccel hátba verem, és addig ütöm, amíg teljesen eltorzul. Hónapokon keresztül sírva, tiltan állva imádkoztam, Isten megszabadítson ettől, hogy nagy hülyeséget csináljak. Mert ugye ez is, attól az a férfi is bűn követett el, és ez a hölgy is, amiért jogos volt, attól még bűn volt, és a bűn következménye a halál, de Isten nem engedte meg, hogy gyilkossá váljak. Nem engedte meg. Tehát ő fel sem foghatja, hogy azáltal mit okozott, hogy csak úgy lazán belépett a mi életünkbe, és úgy gondolta, hogy aztán ő, mint Don Juan, majd megoldja. Tehát éreztem, hogy ha Isten engemet nem akadályoz meg, én meg fogom ölni ezt az embert, kész. Majd leülöm. Vagy pedig én halok meg, hogyha netán rosszul sikerül, nem tudom. Teljesen mindegy. Hónapokon keresztül térden sírva imádkoztam mindenható Istenhez, hogy megóvjon engemet. Voltak szembesítések, nagyon kemény vívódások, gyötrelmek. És a pokol, drága emberek, nekem Isten megmutatta azt is, a pokol ennél rosszabb. Ügyeljetek, mert ez csak egy ilyen fizikai dolog, egy ilyen földi szcenárió, ugye? Egy filmkocka. De a pokol ennél rosszabb. Attól megmentett a mindenható Isten. Na ez a paráznaság következménye. Nem teljesen ez, hanem ennél sokkal rosszabb, mint mondtam, a halál, az öngyilkosság és a pokol. De Isten nem engedte meg, hogy megmentse. Csak ha visszaélünk az ő bizalmával, előbb-utóbb meg fogja engedni. Sokan, sok férfi a paráznaság miatt, a házasság törés miatt kerül alkoholizmusba, majd az akasztófára, kórházba. Legjobb esetben a kórházba, mert a kórházban még ugye van lehetőség arra, hogy talán a lelke megmenekül a szenvedés által, de aki felköti magát, annak annyi. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Úgyhogy lehet teljesen lazán venni a dolgokat, a paráznaságot, mint ahogy én is tettem. Én elmondtam nektek, hogy milyen laza voltam. Ennyire laza voltam. Amikor mentem Indiába két nőnek, két fiatal hölgynek, törtem szét a szívét, teljesen megtapostam őket. Lelkiismeret nélkül, minden nélkül. És milyen ember voltam az emberek szemébe? Hát vagány. Hát egy sztár voltam. Egy ilyen mini sztár voltam. Nagy kalandor, okos ember, intelligens, harcias, mozgalmakat tudta volna létrehozni. Próbálkoztam is, és működött is. Isten nem engedte, hogy tovább csinálja. Tehát a külvilág szemében én egy nagyon szuper ember voltam. Kedves, mosolygós, bájos, csábos, sármos. Szerettem táncolni. Akárkit elcsábítottam. Még jó, hogy nem engedte meg a mindenható Isten belemnek akár az éve is a homoszexualitásba, vagy bármibe. Mert ennek nincs alsó határ, emberek, csak a pokol. Jön a perverzió, ugye, mert akkor, amikor az Ádám és Éva bűnt követnek el, és ugye a bűn gyötri őket, amiről beszéltem ugye mostanig, és na hát azt meg kell oldani valahogy, csak akkor Ádám elmegy és vesz virágot, akkor Éva is új parfümöt, meg elmegy a szexboltba, a szexshopba, és akkor még valamit ő is vásárol, hogy akkor megoldják ezt, tehát a problémát meg kell oldani. Tehát hangsúlyozom, Isten azért engedte meg a házasságot, hogy a testiség kiégjen belőlünk.
szépen, lassan, fokozatosan a testiség kiégjen belőlünk. Mert a gyermek, ő nem testi, ő nem akar egy folytába dugni, meg maszturbálni. Csak miután meg van rontva, miután meg van fosztva a lelki örömtől, akkor esik bele a gyermek a bűnbe, akkor jön ki az Édenből. Elkezd maszturbálni, és végül aztán ugye házasság. Jobbik eset. Ott onni talán vagy megmenekül, ha Isten kegyelmes. De hogyha megtörténik a paráznaság, akkor jön az a megoldás, hogy te, drágám, hát igazából egy jó lehetőség számod, tehát feltétel nélkül is szeretett elfogadás. Ezt gyakorolhatod meg minden. De Isten nem így látta. Isten ezt nem így látja. Ezt én láttam így. És én magyaráztam meg így. Tehát a bölcsesség és a spiritualitás nevében teljesen benne voltam a testben. És akkor megoldottuk. Megújítjuk a szexuális életünket. Mert hogyan tudná az ember megoldani az ilyen problémákat? Lelkileg nem tudja megoldani, mert lélek nincs. Hát Isten nincs. Ott test van csak. És akkor még jobban, ugye, ahogy mondta Jézus, hogy paráznává tesszük egymást. A férfi, hogyha paráználkodik, hazaviszi azt, a nőt paráznává tette. Egy barátom elmondta, hogy szinte majdhogy nem megérte, hogy az asszony félre járt, mert utána jobb lett a szex. És az emberi szemek, testi szemek szerint ez nagyon jó, nem? Régen dugtunk egy ilyen jót, aztán a házas életben, meg család, meg minden, azért nem működik. Na, egy idő után kiég. De a cél ez is volt. Isten kiégesse belőlünk a testiséget, hogy a lelkünk a végére megszabaduljon. Akkor jön apuka vagy anyuka, elmegy, és behozza a paráznaságot a házasságba, a házba. És újból visszazuhannak a testbe. És variálják. Variáljuk szépen. Úgy, ahogy néztük a filmeken. Tantra, mantra, orális, anális, mindenfajta módon. Lekerjük, megoldjuk mi. Minek nekünk Isten? És szépen mosolyunk kifelé, hogy mi milyen spirituálisak vagyunk. Feltétel nélkül szeretet, ott az asszony bárki megdughatja. Én is akárkivel hajlandó lennék összefeküdni. Ez mindezt történik a spiritualitás nevében, emberek. Ha hisztek, hanem ez történik, ügyeljetek, meneküljetek a spirituális mozgalmakból, meneküljetek. Táltos, sámán, ilyen gurú, meg hinduizmus, meg meditáció, meg füstölöktető, meg illatosító, ez mind erről szól. A testiség fokozásáról. Mert azáltal vagyunk benne tartva az elbukott világban, emberek. Ezt okozza az ördög. Neki testekre van szükség. Mert a test által van kiszolgáltatva az embernek a lelke, ennek a sátáni rendszernek. Tehát van online pornó, de meg van tiltva. De minél tilosabb, annál jobban keresi mindenki. Minél inkább meg van tiltva, annál jobban keressük. És esszük. És testben vagyunk tartva. És közben még meditálunk, meg zümmögünk, meg hümmögünk, hogy mi már nem tudom én milyen dimenzióban, előző reinkarnáció, meg következő. Emberek, ez mind hazugság. Ügyeljetek! Kárhozatba visz. A reinkarnáció a hamis tana, hazug tana. A karnális gondolkodásban, testi gondolkodásban tartja az embereket. Mindenki nagyon testi, aki ezekben hisz. Magamról beszélek. Én megtapasztaltam. Én elmondom a bűneimet, a tévejéseimet. Hogy lássátok. Mert itt tér jobban mindenki szent, rajtam kívül mindenki szent. Tehát mindenki kedves, mindenki meg van világosodva, Székelyföldön, Magyarországon is. Mindenki szépen mosolyog, ölelkeznek egymással, meg is dugnák egymásnak az itt. És az itt ciki, komám asszonya mégis, komám megsértődik. Nem biztos jól fogja venni, de amúgy megtenni. Tudjuk jó, hogy ez van legtöbb testi embernek a szívében. Testi férfinak, testi nőnek a szívében ez van, emberek. Hiába takargatjuk. A parázna testi szívben ez van. És így zuhan vissza a férfi és a nő a testbe. A bűn után. Az egyik bűnt egy másik bűnnel oldja meg. És a másik bűnt egy megint másik bűnnel oldja meg. Ez addig fokozza, amíg végül a test megáll, a test meghal, és a lélek elkárhozik. Ügyeljetek, emberek! Ügyeljetek! Én próbáltam mostanában kedvesen és szépen beszélni meg minden az igazságról, Krisztusról, csak nincs értelme. Nincs értelme. Hát addig, amíg nem akarunk szembesülni, mi van bennünk, hogy mi az, hogy bűn. Azt mondják, hogy hülye vagyok, hát ez, te miért beszélsz ezért Krisztusról, meg Istenről? Mi értelme Jézusnak a szabáról beszélni? Ha nem tudjuk, hogy mi az, hogy bűn, addig nincs értelme. Így van-e? De most, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűn, mert Isten ugye úgy adta nekem, hogy durván, akár csúnya, durva szavakkal kimondjam, hogy mi az, hogy bűn. Mi az, hogy az Ádám és Éva bűne? És ha valaki ezt felfogja, na akkor már megérti, hogy mire hozta a gyógyulást Krisztus. Aki ezt nem érti, annak nem kell Krisztus. Csak úgy vasárnaponként, egy kicsi filórában, hát mondott jókot, na azért, ott a hegyi beszédben mondott jó dolgot. De ennyi. Szépen megyek vissza, tudok egy pohár pálinkát, megyek vissza a paráznaságba, a hűtlenségbe, a perverzióba, a házasságtörésbe, a testiségbe, a földhöz ragadtságba, a pénzfüggőségbe, az alkoholfüggőségbe, a Szodomába és Gomorába. Engemet Szodomából és Gomorából hívott ki a mindenható Isten. Ezért úgy tisztességes,
hogyha én elmondok mindent, hogy mi az, hogy bűn, amit megláthattam, aminek a zsoldja a halál, ami konkrétan egész az öngyilkossági viheti az embert, és utána a pokolba. Mert annak a léleknek nincsen nyugta, nem tudsz megszűnni, nem tudsz meghalni, ugye ember, nem tudsz meghalni. Ne játsz mánsz, mert nincsen halál. Örökké valóság van. Az örökké valóság, Isten nélkül, az maga a pokol. Ez most a kegyelmi állapot, amíg testben vagyunk. Ez a tisztító tűz. Itt a tisztító tűz, ugye? Amit a katolikusok mondanak, az hazugság. Az az ördögtől van hazugság. Tehát nincs olyan. Miután meghaltam, nincsen tisztító tűz, emberek. Ez a tisztító tűz. Az igazság tüze. Ez teljesen biblikus. Mert azt mondja, én tüzet hoztam. Mennyire szeretném, hogyha már lángolna. Isten emésztő tűz. Tehát most is tűz Istennek a jelenléte. Mert ugye nekem erről kellemetlen. Hát a testem ellen beszélek. Az egóm ellen beszélek én mostan. Hűítsnak magamból, lelpezem a bűneimet, meg minden. Testnek az ellensége, tehát éget, az igazság éget. Csak emberek, ez nem égetés, ahhoz képest, ami jön, amikor a test meghalt. És te kell szembesülj minden, amit tettél. És ott már nincsen visszaút, ott már nincsen tér, nincs idő. Örökké valóság van. Örökön benne vagy a bűneidben, elszakítva Istentől. Tehát a nyomás mostantól még inkább fog nőni. Mint mondtam, sokan sajnos meg kell tapasztalják a börtön, a fogság, a munkatábor atrocitásait, de még az is kegyelem. Ahogy a tegnap este mondhattam, hogy nem minden zsidó került lágerbe, koncentrációs táborba sokan megúszták, de Isten nekem megmutatta, hogy a koncentrációs táborban több zsidó lélek menekült meg, mint azon kívül, mert akik azt megúszták, és benne maradtak az okkultizmusban, Szepes Máriával, a társaival együtt, azok noha a földön jól éltek, de ahogy mondta Jézus, ők már megkapták a jutalmukat. A pokolba mentek sokan, rengetegen, rengeteg zsidó. Nagyon szépen elmondja ez a kedves hölgy, hogy hogyan hozták be a zsidók a spiritualitást, ezotériát, a New Age-t, a teozófiát Magyarországra, ami benne tartja az embereket az álnyugalomba, az álbékességbe. Paráznák vagyunk te is és én is. A paráznaságnak a következménye a halál. De nem baj, majd meditálunk. Együtt zümmögünk együtt, ugye? Szépen ilyen lótusz pozícióban. Kimeditáljuk magunkból. Ilyen nincs, emberek, nem lehet kimeditálni a bűnt. Az Isten vagy elveszi, vagy nem veszi el. Nem lehet kimeditálni a bűnt magunkból. Ügyeljetek, miért jobb a spiritualitás, ez az amerikai buddhizmus, amerikai hinduizmus, ezotéria, New Age, jóga, miért jobb Krisztusnál? Kedvez a testnek teljes mértékben. Nem kell szembesülni semmivel. Továbbra is szépen fogsz mosolyogni, öregedni persze továbbra is fogsz, jönnek különböző ilyen szépítkezőszerek, meg minden, plasztikai műtét, minden. Spiritualitás címszó alatt teljesen testi vagy. Teljesen. Majdnem, mint a disznók, vagy a kutyák. Ezért nem kell az igazság senkinek, mert a szembesülés büdös. De aki nem akar szembesülni, és nem akarja megbánni a bűneit, nem vágyik arra, hogy Isten megtisztítsa őt, az a pokolba meditálja magát. Rengeteg segédeszköz van, emberek. Rengeteg alternatíva van a békére. Jézus azt mondja, hogy ad nekünk békességet az ő szava által, a bűnök bocsánata által, lelki békét. De erre felkínálja a világ lehetőséget. Pénz, vakációk, jólét, kényelem, tantrikus szex, paráznaság, teljesen hivatalosan, ezoterikus tanok, dogmák, földi jólét, ez a B-terv, amit kínál a sátán, az igazi békesség, a lelki béke helyett. Ügyeljetek, emberek! Olyan játszmákat láthattam meg, amióta ezen az úton vagyok. Egyszerűen borzalmas. Borzalmas. Hogy Isten bement sok házasságba, sok házba, hogy tegyen rendet, hogy felbontsa a hazug szövetséget, az összeesküvést. Mert mondtam, hogy összeesküvésből csak egyet engedett meg Isten. Egyet. Megengedte. Összeesküvést, hogy Ádám lesz az Úr, Éva az ő alárendeltje, és úgy tovább. És a végén, ha ezt tisztességesen csinálják, törvényesen megmenekülnek. De itt egy csomó kompromisszum. Te is megengedted nekem, én is megengedtem neked, hogy félre jár, félre keféj. Te is engedd meg nekem. Majd megöleljük egymást, puszilózunk mindenkivel, mindenkinek mosolygunk. Volt ilyen ajánlatom is. Megkérdezte egyszer egy ember, hogy te a feleségednek tetszik a barátnőt, és benne volna-e ő, hogy együtt meg, akár párcsere, meg ilyenek. Tessék, ezotéria, spiritualitás, feltétlenik, hogy szeretet. És a következő szint az már tényleg az, hogy állati szint állatokkal, disznókkal, vagy akár gyermekekkel, pedofília. Sokan, akik megvetik a pedofilokat, vagy pedig a homoszexuálisokat, nem tudják, hogy azon az úton járnak ők is. Nem tudják. Mert aki testi, mindenki afelé tart.
akit Istennek a lelke nem támaszt fel, lelki alából, mindenki afelé tart, kivétel nélkül, annélkül, hogy tudna róla. Ez a szörny az egészben. Az álomban, amit kaptam, egy férfit és egy nőt láttam, és ugye hát az én voltam, én, tehát magamat láttam, férfit, aki megcsalta a nőt, és megmagyarázta neki, hogy teljes rendben van. Ezáltal gyakorolt az elfogadást, a feltétlenül üzenetet, és így tovább, és így tovább. És ugyanakkor a férfi, én, úgy tette magát jóvá, mert ugye őt is vádolta volna a lelkiismeret, ugye, hogy jó dolgokat cselekedett. Tehát az ilyen Böjte Csabák ebből élnek, az ilyen férfiakból élnek, hogy az emberek úgy próbálják elhallgatni a lelkiismeretüket, hogy jót cselekednek a maguk módján. Bálvány áldozat magyarul, ugye, biblikusa. Akkor a magam módján akarok én jót cselekedni. Főképp, hogyha van pénzem, akkor megengedhetem magamnak azt, hogy jót cselekedjek. A magam módján. És ezáltal elhallgattatom a lelkiismeretemet. Segítek embereknek, meg minden. Én ezt csináltam. Tehát engemet hiába vádolta a barátnőm annak idején, hogy milyen gonosz vagyok. Nekem volt rengeteg bizonyítékom, rengeteg barátom volt, akikkel jól kijöttem, és akikkel ilyen baráti viszonyban voltam, és ugye több követő a szabad gondolaton, meg minden, előadások, meg minden. Tehát nekem rengeteg bizonyítékom volt arra, hogy én jó vagyok. Én jót tettem az embereknek, előadásokat tartottam, meg minden. Barátaim voltak. Tehát egyértelmű, hogy a nő hazudik, nincs igaza. És ezt mutatta meg Isten államban, hogy ez a férfi, én, ugye, jót tesz, emberekkel jót tesz. Ennek is segít, annak is segít, és persze ők ki is használják őt, ki is használnak engem, látják, hogy hülye, ez segít mindenkinek. Adja a pénzt is, jót idemény balra, jót idemény jobbra, ezek bejöttek a házba, ezek a személyek, és ezt a nőt, akit én megaláztam, még jobban megalázták. És ő az a nő, ugye, spirituálisan, mert ugye ezt hallotta, ő próbálta az elfogadást gyakorolni, hát hogy ő, hogy spirituálisan emelkedjen, még inkább el kell fogadja a bűnt, azt, hogy őt megalázzák más férfiak, az én barátaim, ugye? Csak ugye a bűn, meg a megalázatás, az, hogy teljesen meg lehet fosztva a méltóságától, őt keményen megsebezte. És mivel orvosolta az álomban ez a nő ezt az atrocitást, ami az ő lelkében felhalmozódott? Azáltal, hogy ő is paráznává vált, és udvarolt az én barátomnak. Tehát szexuálisan rágerjedt egy másik férfira, annak a férfinak a barátjára. Tehát úgy orvosolta a fájdalmait, amiket a sok hazugságból és a paráznaságból felhalmozott, hogy ő is paráznává vált. Akkor most már érthető, hogy hogyan terjed a paráznaság a világban? Így. Ugye milyen jó Szűz Máriához imádkozni, vagy Buddhához, vagy akármelyik szoborhoz, ez a kávés csészéhez, akármihez imádkozni, tehénhez imádkozni. Ugye milyen jó? Mert ő nem mond olyant, hogy az ilyen férfi paráznává tette a nőt, nem csak magát fertőzte meg, mert ők ketten egy test, a férfi és a nő egy test. Nem csak magát fertőzte meg, a nőt is megfertőzte. Kurvává tette a nőt, akit szeret. Mindez történik a szeretet nevében, sőt, a feltétel nélküli szeretet nevében történik mindez. Ha hisztek, hanem erről szól az ezotéria, a New Age. Ez a modern spiritualitás tömegessével viszi a magyarokat a gyehenna tüze felé, a fenegetlen szakadék felé. És ahogy mondtam, hogy ugye ez a történet, hogy az a férfi elmondta, hogy az asszony, hogy megcsalta őt, de annyi haszon volt benne, hogy ilyen jó soha nem volt a szex korábban. Hát ez gyönyörűséges haszon. Tehát visszamentél az elbukás elejére, amikor Ádám és Éva kiüzettek a paradicsomból. Csak nem 10 évesen, most nem 18 évesen, hanem 50 évesen. És ez egy óriási veszélyes dolog. Amikor valaki 50 évesen akar 18 éves lenni, és még van 2 év az életéből, ez eléggé veszélyes. Mozdulnak bele az éjbe, jó szexbe. Elkezdek jó szexelni az asszonya. Pedig már rég meg kellett volna szabaduljak attól. Isten kegyelme által. Ha nem lettem volna parázna, nem követtem volna el paráznaságot. Akár az interneten, ugye, vagy különböző módon. És ezért engedi meg a mindenható Isten, hogy a úgynevezett az ilyen hazug szövetségek felbontassanak. Mert különben mind a kettő el fog kárhozni. Apuka szépen összefekszik egy csajjal, hazaviszi a jó szexet, mostantól most már megy, korábban nem működött, de most már működik, örvend mindenki, csak a probléma az, hogy visszazuhantál a testbe. Vissza teljesen a testbe. Nem, hogy gyermek ki lettél volna, visszazuhantál a testbe, jó szexbe.
pedig Isten a nehézség által, az élet körülményei által elvégezte bennem, és benne is, hogy már nem vagyunk annyira testiek, már egymásra úgy nézünk, mint a gyermekek. És ezt mi eltöröltük a paráznasággal. Így teszi paráznává a nő a férfit, a férfi a nőt, a Biblia erről szól. De meg nekünk Biblia, nem van nekünk szűzanyánk? Hát nem mond egy szót se, csak szeret minket. Ide azt a szobrot gyorsan, kell nekem az a szobor. Mert nem pofázik. Sem szűzanya, sem buta, sem egyik, sem a másik. Nem pofázik. És a guruk, akinek jár a szájuk, ők meg olyant mondanak, ami teljes mértékben testi. Spirituálisan testi. Spirituálisan parázna. Spiritualitás címszólat visz a pokol felé, szó szerint. Ügyeljetek, emberek, mert a nyomás nőten hirtelen lesz vége mindennek. Ennek a filmnek, ennek az illúziónak sokak számára hirtelen lesz vége. Akiket eltemettek fekete nájonzacskóban az elmúlt években, azoknak hirtelen lett vége az életüknek. Ha te most akarod te megújítani a szerelmi életedet, a testiséget, amitől Isten próbált megszabadítani, és ha jön egy újabb vírus, neked annyi. Tehát amikor a tested meghalsa, a lelket még teljesen testi, az maga a pokol. Ez maga a pokol, hogy a test meghal, a jármű meghal, az eszköz meghal, de maga a jármű tulajdonos, a lélek még teljesen testi. Még mindig baszhatnék, magyarul. Még mindig élvezkedné itt a földön, mert nincs lelki öröme. Nem kapott lelki örömöt. Az meg kellett volna ismerni az igazságot, Isten szavát, Krisztust. Meg kellett volna tisztulni a bőnöktől, és szabaddá válni, gyermekké válni. Mert nincs lelki öröm, emberek. A testi emberek nincsen lelki öröme. Az ezotéria a testi örömöt mondja lelki örömnek. Tehát az ezotéria valósággal keveri, tehát összetéveszti a testi örömöt lelki örömmel. Tehát ezért a békességet az ezotériában mindig eszközökkel érjük el. Meditáció, füstöltető, illatosító, illatos budi papír, mind fizikai eszközök. Így vannak az emberek beletartva a fizikalitásban, a karnális gondolkodásban, karnális üzemmódban. De Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy az ezotéria adja, hanem az én szavam által. Lelki békét kaptok, gyermekek lesztek, és már nem fogod abban a lányban a szukát látni, a nőstény szukát, és te sem a bakkot abban a férfiban, nem a gyermeket. A gyermeket. Nem csak a húst fogod látni. Nem csak az, hogy milyen jó segge van. Mert az a személy több, mint egy segg. Több, mint az ő mellei. Vagy több, mint az ő fallosza. De ezt nem tudjuk. Sőt, megmagyarázzuk spirituálisan. Gurukkal, meditáció, különböző beavatások, kábítószerek, füstölögtető, ayahuasca, meg különböző szeánszok. Meg dobolunk, az is egy kábítószer. Monoton, ritmikus zene. Teljes hivatalos kábítószer. Legális, teljes mértékben. Ugyanabban az állapotban, a transz állapotban helyezi a dobolást, a ritmikus zene, techno, house zene. Ugyanazt teszi az emberekkel, mint a kábítószer. Teljesen legális. Mindenki fogyasztja, be van teljesen kábulva. És ezt hiszi az ember örömnek és békességnek. Ez a hazug öröm, a hazug békesség, a kundalini, a szexualitás általi öröm, vagy a szögdösés általi öröm, ami test által van, és lélek által nincsen semmi, és ez meg van magyarázva spirituálisan. Isten és Jézus nevében. Ezt teszi Magyarországon a modern neo-hinduizmus, így mondanám, neo-hinduizmus, neo-buddhizmus, neo-sámanizmus, neo-táltosizmus, és neo-kereszténység, új kereszténység. Ott van a sátán mindenhol, Jézabel. Én úgy érzem, hogy ezt annyira egyszerűen tudtam mondani most, hogy ez bárki megérthette, aki ezt hallotta, ezt a felvételt. De hogyha valaki tudja egyszerűbben mondani, mint én, de úgy, hogy kezdi a bűneivel, hogy ne felülről beszéljünk, mert már elég volt, mert mindenki okosítta, mindenki professzor. Elegem van már ebből. Már nem volt elég, hogy itt mindenki huszárkapitán, professzor és vezérigazgató, mindenki intelligens, mindenki doktor. Nem volt már ebből elég. Kezdjük alulról, lentről. Valaki megvallja azt, hogy ő mit tett, hogy ő hogy élt, hogy Isten miből szabadította meg. Mondd el egyszerűen. Ha valaki még egyszerűbben elmondja, én annak örülni fogok, és áldani fogom a mindenható Istent, az ő jóságáit, az ő hűségéért. Megkérem szépen, hogy mondja el, aki ezt egyszerűbben el tudja mondani. Saját példákat hozzon fel, mondja el. Kér Istentől bátorságot, mert én sem. Nekem sem lett volna erre bátorságom, ezt elmondja. Isten megerősített az ő dicsősége, mert a test nem akarja. Egyetlen porcikám sem kívánt, hogy erről beszéljek. De erről muszáj beszélni, mert tömegessével mennek az emberek nem a halálba,
Mert halál az hagyjámat, oké. Előbb-utóbb mindenki meghal. Van, aki gyermekkorában hal meg, van, aki 90 évesen. Teljesen mindegy. Úgysem az számít, hanem az, hogy a lélek szabadon távozik, vagy pedig rabságban, rabságból, rabságba, kárhozatba. Itt semmi más nem számít, emberek. És ha valaki ezt nem hiszi, de ragaszkodik Istenhez, az ő szavához, meg fogja látni, hogy semmi más nem számít. És ügyeljetek, az ezotéria, a modern spiritualitás, az agy, a filozófia, a teozófia, különböző beavatások, amik vannak, azok spirituálisan megmagyarázzák a testiséget, és az maga a kárhozat, hogy a test meghal, és a lélek még mindig testi, mert ő nem kapott lelki örömöt, nem ismerte meg az igazságot, nem született újjá. Ezért mondja Jézus, hogy szükséges az embernek újjá születni, víz és lélek által, az ő szava és Isten ereje által, hogy gyermekké válja, különben nem láthatja meg az életet, a mennyekországot, mennyekországát, sem az igazságot. És szükséges, hogy aki már újjá született, az dicsőítse Istent úgy, hogy bizonságot tesz, bizonságtevővé válsz, és Istennek a szava átfolyik rajtad és átmos, szabaddá tesz, és lesz békességed. Nem testi békesség, mint a maszturbálás után, hanem lelki béke Isten szavából. És akkor most egy utolsó kérdést még azért ide beszúrnék ebbe a felvételbe. A felhívást, nem ez felhívásod, hogy mondd el, kérj Istentől bátorságot, elhívást, és mondd el. Ha egyszerűbben tudsz beszélni, én nem bánom. Beszélj egyszerűbben, és mondd el. Az a saját lelkedért, és az embertársai lelkért, üdvösségért, mondd el. Ez a felhívás. És elmondom azt, hogy tegnap kiírtam, ki akartam írni valamit, hogy ha nem tudod, mi az élet értelme, és nem is érdekel, mi a garanciád arra, hogy holnap is fel fogsz kelni? Mert ha értelmetlenül élsz a Földön, akkor egyértelmű, hogy véget fog érni az életed. Tehát ha nincs értelme, nem is keresed, azt mondja Isten, hogy ennyi, kész, kivesszük a játékból. Meghaltál, vége. Végül nem ezt írtam ki a Facebookra, hanem egy egyszerű kérdést, két szóban. Miért élsz? Miért élsz? És hogyha valakinek van gerinc a hátában, próbálj ezt a kérdést megválaszolni. Az alapján, amit ő tett mostanig, hogy miért éltél mostanig? Miért élsz? Fizetést kapj. Valamit megvásárolj, valami műanyagot vásárolj. Hogy főz, azért élsz, hogy főz. Csinálj szarnak valót. Azért élsz, hogy olyant építs, amit le fognak amúgy is rombolni. Miért élsz? Az elmúlt 24 órában miért éltél? Azelőtt miért éltél? Mostanig miért éltél? Azért, hogy hát hetente 2-3-szor szexelsz az asszony, és akkor most körülbelül még van 2 nap addig. Most már eltelt ugye 1 nap, és akkor a következő 2 nap után majd megint váltod egy újabb szex. Ezért élsz? Ezért érdemes robotolni? Egy olyan munkáján, amit nem is szeretsz? Miért élsz? Mondd el, miért élsz? Ne nekem mondd el. Menj be a fürdőszobába, mosdóba, és mondd el. Nézd azt az embert, és mondd el neki, hogy ő miért élt mostanig. Mondd el neki. Engedd, hogy a lélek segítsen. Istennek a lelke segítsen. És mondd el neki, hogy ő miért élt mostanig. Fájdalmas lesz, kemény és szembesítő. Vagy akinek nincsen felesége, vagy nincsen férje. Miért élsz? Miért dolgozol? Hogy 2 nap múlva újból maszturbálj? Szerinted ez volt a legjobb ötlete Istennek, hogy ezért éljünk? A hétvégét már aztán majd összeülünk és sütünk flekkent, és megesszük. Ízzunk rá a sört, böfizünk, fingunk tőle, és majd kezdjük előről a mókus kereket. Ezért élünk? Miért élsz? Kiírtam ezt? Ezt a kérdést persze jöttek különböző hozzászólások. Facebookon. Provokáció persze, hogy miért teszem fel ezt a kérdést, miért kér? Dicsőséges volt látni azt, drága emberek. 2, lehet, hogy már több is van azóta. 2 választ találtam. Olyan választ, ami a könnyem is kiesett. Mi a könnyem is kiesett. Több jó válasz is van, de most én fel fogok olvasni egyet-kettőt, amit megláthattam. Azért, hogy megismerjük a teremtőnket, és átmenjünk a világ, e világból, az örökkivalóba, vagyis a halálból, e világból, hiába valóságból az életbe. Mert az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus, ezt ír a Biblia. Igen. Viszont jött 2 másik válasz is, ami nagyon megfogott, és örültem, hogy ezt, aki leírja, felvállal ilyen szépen. Figyelj meg! Ennek a válasznak az a szépsége, hogy ahogy nézem, hát ki a személy, rá hiszem a kurzort, valami vallásos személy, református közösségnek a tagja, diakónus. Diakónus nem tudom pontosan, egyfajta ilyen segédkező szerintem a vallásban. Mint amilyen volt István is, ugye ő mosogató volt, az apostolok körül sürgött forgott, és közben hallgatta az igazságot, de Isten őt dicsőítette meg leghamarabb.
Tehát diakonus ugye egy vallás szervezetben, örvendek, hogy vannak ilyen emberek a valláson belül, kívánom teljes szívemből, hogy világítsanak, ragyogjanak és tündököljenek, hogy lássák meg az emberek, hogy mi az, hogy feltámadás, mi az, hogy újjászületés. Azt írja az a személy, azért élek, hogy bizonságot tehessek az én megváltó, kegyelmes, szerető, szabadító, megtartó Istenemről. Mi nagy szeretettel ölel körül és irgalmaz minden nap. Ezt szeretném, ha mindenki megtapasztalhatná és továbbadná, hogy mit tett vele az Úr, mert ő azért jött a bűnös világba, hogy minden ember hitre jusson és elnyerje az életet, mégpedig az örök életet, megtérjen hozzá a bűnös természetét elhagyva, és csak is néki szolgáljon, érte éljen, áladatos szívvel és örömmel, minden időben. Tessék, ez az élet értelme, és ezt valaki el tudja mondani lelki békével, lelki békességgel, olyan békességgel, amit senki nem vesz el tőle, mert a testi békességet, amit én szerzek a parázasággal magamnak, vagy bármilyen bűnnel, azt én is veszítem. A legtöbb férfi már az orgazmus után elveszíti a békét, mert elveszíti az erejét. Szó szerint. Vége. Hol volt, hol nem volt a békességnek. És Isten megmutatja, hogy mi a békesség, a lelki béke. Nem is tudják az emberek, hogy van olyan. A spiritualitás miatt az emberek tévesztik a lelki békét a testi békével. Egy másik személy azt válaszolta el a kérésre. Ahhoz, hogy élni tudjunk, először is meg kell halnunk. Meg kell haljon bennem az én, az ego, ami elmossa a bennem lévő lelki ismeretet. Az ego, az én, elmossa a bennem lévő, és az okosság elmossa a bennem lévő lelkiismeretet, és ami miatt egyre több bűnt halmozok a szívemben. A bűnökkel teli szívem újjá kell szülessen, de ez csak is akkor lehetséges, ha átadom életem Jézus Krisztusnak, hogy hogyan vágyja a szívemben, hogy valóban meg akarom őt ismerni, nem egy vallást, hanem őt, aki megmutatta, aki által Isten megmutatta, hogy mi az élet útja, az igazság útja. A térdemre hullok, és alázattal kérem, hogy vizsgálja meg szívemet, milyen bűnöket halmoztam az életem során. Hidd el, lesz bőven. Amikor felismerem bűneimet, amit megmutat, bocsánatot kérek, értük, és Jézus megtisztít azoktól. Elveszi, mintha sosem létezett volna. De hogyha én megmagyarázom a bűnt, hogy vegye el? Amíg én is megmagyaráztam a bűnt, nem tudta elvenni. Én okosabb voltam, mint Isten. Hogyan vegye el a bűneimet? Megmagyaráztam mindent neki. Elveszi, mintha sosem létezett volna. De mivel az ember esendő és visszaeső, fohászkodom azért is, hogy többet ne kövessem el ugyanazt a hibát. És az is lehet, hogy elkövetem, mert mindannyian így teszünk. Még néhányszor beleesünk ugyanabba a hibába. De ha kitartó vagy, és újra kéred, és megvallod, hogy nélküle te semmire sem vagy képes, egyszer csak azt fogod látni, hogy valóban megszabadított tőle, Krisztus megszabadít a megkötözött terhek alól, és ha kitartóak és hűségesek vagyunk, mint amilyen hűséges ő is, hűségesen vigyázott ránk mostanig. Ha hűségesek vagyunk, az iránta való szeretetben új szívet ad nekünk, új szívet, új értelmet. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletessé válunk, hanem azt, hogy kegyelembe részesülünk, amivel nem élhetünk vissza. Még ezek után is lesz olyan, amit nem jól cselekszünk, de már a bennünk lévő lelkiismeret azonnal jelez, és mi reakcióba lépünk, és azonnal helyrehozzuk a hibát. A szívünkre hallgatunk, és nem az eszünkre, de az új szívre, nem a régire. Hát a régire hallgattam én mindig. A régi szívem után mentem, és öltem. Lelket öltem, emberek, lelket. A szívünkre hallgatunk, és nem az eszünkre, ami csapdába ejtett eddig is, és ami miatt megkötözöttség állapotába kerültünk. Sokan vágynak erre, de amikor rálépnek erre az útra, rájönnek, hogy ez sok lemondással jár. Inkább visszamennek a régi életükbe, és ezzel a bűnbe sajnos nagyon nagy csapda a világ kínálta lehetőség. Sokan nem is sejtik, hogy nagyobb lesz az ára, mint az értéke. Az ember örök életre lett teremtve, de a bűn miatt kikerült az Édenből, vagyis az örökké valóságból. Bekerültünk az időbe, a térbe. Krisztus a kereszt halálával azt is megmutatta, hogy a lélek nem hal meg soha, csak a test. A test halála után már csak az ítélet jön, az már a végleges állapot. Ezért is érdemes meggondolni, hogy miként élek itt a földön, mert a lelkem a tét. Ha itt nem vallom meg bűneimet,
meg az életem során nem tudok megtisztulni azoktól, bűnnel a szívemben nem mehetek vissza az örök életre, a mennyországba, hanem az örökké égő pokorra kerül a lelkem. Ez nem csak vallás, nem csak Biblia, ahogy gondoltam én is. Többször mondja Jézus, az oldhatatlan tűzre vettetik. Örökké valóság soha véget nem érő, mely a pokorra vonatkoztatva nem túl biztató. Fogalmunk sincs róla, milyen az, de a Biblia ír róla, nem tűnik kellemesenek. A fenti kérdés nagyon fontos. Miért élsz? A válasz már tudod. Kívánom, hogy te is rátalálj az élet útjára. Ne hazudj magadnak. Az agyat hazudik, az elme hazudik, a világ által van programozva, internet által, ezotéria által, okkultizmus által, teozófia által, az agy hazudik, új szívre van szükség, és az agyat is úgymond Isten ki kell tisztítsa. Agymosást kell végezzen szó szerint, a vízzel, az élő vízzel, ami nem más, mint Jézus beszéde, az az élő víz. Remélem, hogy az is hallatszott ebben a felvételben, hogy amit én mondtam, azt nem kárhoztatással mondtam. Mert hogyha úgy mondom, akkor nem vallom meg a bűneimet, akkor nem mondom el, hogy én hogy jártam. Így van-e? Féltéssel mondtam. De aki ezt hallotta, ne maradjon meg a hazugságban, a képmutatásban, a bűnben, a paráznaságban. Mert hirtelen fog jönni a vég. Ezekben az időkben, ahogy az elmúlt években is, sokak számára hirtelen fog jönni a vég, és halileg nincsen felkészülve. Az örök tűzre, oldhatatlan tűzre vettetik. Ezt mondja Jézus, emberek. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.